és tartalmas vita lefolyhasson, és kialakulhassanak az álláspontok. A beterjesztett módosításban olyan elemek is vannak, amelyekről pedig egyáltalán nem esett eddig szó, holott én azt gondolom, hogy egyáltalán nem kézenfekvőek, hogy ezek a támogatást meg kell, hogy kapják. Például a szervezett földgázpiac első pozitív mérleg szerinti eredménnyel lezárt üzleti évét követően elidegenítési kötelezettség van a részvényekre vonatkozóan. Kérdem én, miért kell ennek a részvénytőzsdének, vagy a gáztőzsdének a részvényeit kötelező jelleggel értékesíteni? Miért kell az állami tulajdonban lévő részvényhányad egy részét értékesíteni? Milyen mögött az indoklás? Mi az ok, ami ezt szükségessé teszi, és hogyan valósul ez meg? A káttal kapcsolatban, amelyet szintén újraír a kátszabályozást ez a javaslat, arról a szabályozás rendelkezik, hogy egy 1 forint 20 fillérrel emeli a villamos energia árát, mert erről szól egyébként a javaslat, azért elfelől ne legyen senkinek kétsége. Emeli 1 forint 20 fillérrel kilovattonként a villamosenergia árát, de arról, hogy az így beszedett és a kapcsolt energiatermelés támogatására fordítandó összeget, amelyet több 10 milliárd, 50 milliárd forintot meghaladóra becsülhetünk, hogy ez milyen rendszerben, hogy kerül kiosztásra, ki fogja megkapni, milyen rendszerben, erről semmilyen információ nincsen ebben a szabályozásban, tehát gyakorlatilag egy olyan vakrepülés zajlik ezzel a szabályozással, ami elfogadhatatlan szabályozási kockázatot hordoz magával. És végezetül el kell, hogy mondjam, hogy az eredeti törvényjavaslat, a képviselői javadalmazásról szóló törvényjavaslat önmagában az LMP frakció részéről támogatható lenne. Azok az elemek, amik ebben az elképesztő zárószavazás előtti módosítóban bejönnek, ezekről lehetne beszélni, és ezeknek egy jó része azt gondolom, hogy az LMP frakció támogatását szintén megkaphatnák. Az a felfoghatatlan mix, ami itt bejött, és ami ellene mond a demokratikus döntéshozatal minden normájának, viszont azt gondolom semmilyen formában nem élvezheti semmilyen demokratikus és felelősen gondolkozó képviselő vagy politikai erő támogatását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Következő hozzászóló Novák Előd, képviselő úr, Jobbik. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, ezt az elképesztő gátlástalan jogtalanságot önök minden következmény nélkül megtehetik természetesen. Tulajdonképpen az egyetlen szankció, amit a magam részéről alkalmazni tudok, hogy végig kell, hogy hallgassanak. Ezt ma még meg kell, hogy tegyék. Tudom, hogy kellemetlen, de igenis rá szeretném irányítani a figyelmet, hogy nem egyszeri esetről van szó. Önök rendszeresen élnek a házszabály ellenes parlamenti politizálás és jogalkotás eszközével, mert megtehetik azt, hogy amit a házelnök házszabályszerűnek minősít, az egyszerűen az. Még akkor is, hogyha valójában égbe kiáltóan házszabály ellenes. Önök minden következmény nélkül megtehetik itt, és bizony a politika más területén is azt, hogy a szabályokkal teljesen szembe mennek. Pedig azt gondolom, hogy a társadalmi morált és az egyáltalán a jogállamba vetett hitet semmi sem rombolja jobban, mint amikor egy rendőr vagy egy politikus követel jogszabálysértést, tehát a rendőrbűnözés vagy a politikus bűnözés az, ami a legjobban rombolja Magyarországon a morált. Ezért akkor, amikor akár a belügyminiszter utasítást ad Hajdúhatházon, hogy állítsa elő a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület polgárőreit, tudottan, első fokon, másodfokon is kimondottan, jogszerűtlenül, az ugyanolyan fájó nekünk, mint amikor önök, politikusok így mutatnak az országban példát, hogy nyíltan elismerik, hogy házszabályellenes egy javaslat, de azt mondják, ahogy amit mondott Horn Gyula is, amikor kiderült ugye a pufajkás múltja, vagy rákérdeztek ennek következményére, azt mondta, hogy na és. Önök ugyanezt mondják teljes gátlástalansággal. És hogy hova vezet ez? Ez a fajta hozzáállás oda, hogy például a képviselők jogállásáról szóló törvénybe ütköző módon is képviselő lehet itt az országgyűlésben olyan személy, aki nem lehetne az. Sebestyén Lászlóról van szó, ugye, aki szintén azt mondja, hogy bár úgy szól a jogszabály, hogy állami cég vezetője nem lehetne országgyűlési képviselő, állami cégnek az igazgatója, de hát ő kitalált, hogy ő nem igazgató, ő fejlesztési és karbantartási igazgató, ugye? Olyan ez, mintha azt mondanák, hogy az országgyűlési képviselő nem képviselő. Na hát, ez fából vaskarika, azt gondolom, így csavarják, csűrik, csavarják a törvényt, már amikor egyáltalán veszik a fáradtságot, hogy valamilyen elképesztő, pofátlan magyarázatot adjanak. De eljutottunk oda is, hogy már nem is veszik a fáradtságot, nyíltan
elismerik önök is, hogy itt bizony egy teljesen jogszabálysértő gyakorlattal állunk szemben. És hogy miért nem szólunk ehhez érdemben? Hát kérem szépen azért nem tudunk érdemben hozzászólni, mert egy 12 oldalas javaslatot tettek le egy olyan eredeti törvénymódosításhoz, ami eredetileg egy egészen más törvényt, csak néhány szóval módosít. Azt gondolom, hogy ilyenre még nem volt példa az elmúlt egy évben se, pedig már nagyon elharapódtak ezek a házszabályellenes jogalkotási gyakorlatok. Persze nyilvánvalóan csak akkor engedik ezt meg, hogyha a saját érdekeik így kívánják. Hadd emlékeztessek például egy nemrég benyújtott módosító javaslatomra, melyet annak ellenére minősítettek házszabályellenesnek, tehát a fordítottja is van ennek a helyzetnek, hogy az valójában házszabályszerű volt. Amikor önök az anyakönyvi eljárásról szóló törvény keretein belül a homoszexuálisok közötti regisztrált élettársi viszonyt tovább toldozgatták, mert ezt csinálták ahelyett, hogy eltörölték volna ezt, és akár az anyakönyvi házasságkötő helyiségen kívüli házasságkötést szerettük volna bevezetni, az egyházi esküvő állami elismerését, akkor önök már ezt házszabályellenesnek van képük minősíteni, önnek is, államtitkár úr, miközben elképesztő módon nyújtják be ezeket a javaslatokat. És hogy miért is nem tudunk bízni önökben, hogy ez egy jó javaslat, és nem pedig a sorok között bújik el valami. Hadd emlékeztessek egy másik példára is, amikor a sorok között nagyon sunyi módon hozták be elénk azt a javaslatot, azt a meglehetősen fontos javaslatot, mely eltörölte azt a Horn kormány óta meglévő alkotmánybeli rendelkezés, hogy az új alaptörvény elfogadásának részletes szabályról szóló országgyűlési határozat elfogadásához 4/5 parlamenti többség kell. Ezt önök hasonlóan sunyi eljárásban a sorok közé becsempészve hozták be elénk, és miután azt látjuk, hogy ez nem az első példa, ezért nem tudunk bízni abban, hogy egy amúgy esetleg előremutató javaslatban is nem rejtettek el ugyanezt. Frakcióvezető úr, Lázár János úr azt gondolom megint félrebeszélt, amikor arról beszél, hogy hát ez nem elegancia kérdése. Hát valóban azt gondoljuk, hogy ez sokkal inkább jogszabálysértés, házszabálysértés, és nem annak a kérdése, hogy ez elegáns vagy nem elegáns. Már rég nem arról beszélünk, hogy maguk elegánsan politizálnak vagy nem, hogy egyáltalán komolyan lehet-e venni ezt a nemzeti együttműködés rendszerét, amit oly sokat hangoztattak vagy nem. Már rég nem ez a kérdés. Itt az a kérdés, hogy meddig folytathatják a különböző törvénytelenséget. Ez nem kötözködés, hanem pontosan a jogszabályoknak a betartásának a megkövetelése. És azt gondolom, hogy meglehetősen méltatlan Balsai István az Alkotmányügyi Bizottság elnökétől és házelnök úrtól is, hogy ilyen jogszabálysértéseknek az ország gyűlésben helyet ad. Nagyon sajnálom, és nagyon fájdalmas. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen. 2 percre Rogán Antal képviselőt illeti a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, bár nyilvánvalóan a parlamentben a technikai vitát, vagy akár a házszabályszerűségről folytatott vitát, ez önmagában nem befolyásolja, de arról szeretném tájékoztatni a tisztelt házat, hogy az elmúlt 3-4 órában a gazdasági bizottság, mint szakbizottság a javaslatot érdemi, tehát tartalmi formájában megvitatta, és a megvitatás eredményeként arra jutottunk, hogy ha én jól értettem, akkor a legtöbb frakció abban egyetértett, hogy végül is a javaslat iránya az nagyjából helyes. Ezt a szavazási eredmény is tükrözte, mert ellenszavazat nem volt, tehát 18 igen szavazat és 9 tartózkodás mellett támogatta a szakbizottság a zárószavazás előtti módosító javaslatot, és remélem, hogy ez legalábbis ebben a formában itt majd a plenáris ülés során a tisztelt ház döntésében is meg fog jelenni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Göndör István képviselő úr, MSZP. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, örülök, hogy Lázár frakcióvezető úr visszaért a terembe, mert nem szívesen beszéltem volna önhöz, amikor távol van. Köszönöm szépen. Szóval az a gondom, frakcióvezető úr, hogy ön azt kérte, hogy ne bíráljuk az eljárás rendjét. Én szeretném ön tájékoztatni arról, hogy a futárpostában megkapott napirend a 15-ös sorszám alatt, ha megnézik a képviselő, hölgyek és urak, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének házszabályról szóló törvénymódosítás, vagyis határozat változtatás terveztek, de még száma sincs az írománynak, de már szerepel a futárpostában. Szeretném a figyelmüket ráirányítani,
hogy a mai napon, ma reggel kapott az iromány számot, a HPR 3420-as június 6-án. Tehát nem igaz az, amikor azt mondja a frakcióvezető úr, hogy nem volt ilyenre példa, az önök gyakorlatában sajnos szinte sportot űztek ebből, hogy a képviselőknek esélye ne legyen arra, hogy nagyon fontos törvényjavaslatokat megvitassanak, vagy uram bocsá, egyáltalán legyen lehetőségük ezt elolvasni és megnézni. Miközben visszatérek majd a tartalmi kérdésekre, azért hadd mondjam azt, hogy maga az alapjavaslat, a TPER 2224-es, már ez is önmagában az átverésről szól, amit önöknek mondom, kormánypárti képviselőtársaim, ahogy a példa és az előterjesztés mutatja, önök közt is vannak egyenlőbbek az egyenlőknél. Mert ha megnézik, miközben a főispánokat kinevezték, valami érdekes módon abban a pillanatban a költségtérítésüket a ház csökkentette. Egyedül Szijjártó képviselő úr az, aki párhuzamosan vette fel a juttatást, és miközben a kormánypárti oldalon lebukott képviselőket a saját etikai bizottságuk megbüntette, Szijjártó urat nem lehet megbüntetni, mert az egy személyre szóló törvényjavaslat arról szól, hogy őt mentesítik, mert hatályba lépés, a hatályba lépés után erről nem lehet már vitatkozni. Szóval ezek mind-mind csak értelmezési kérdések. És most szeretnék visszatérni az energetikai tárgyú kérdésekre, és itt is, úgy, ahogy Lázár frakcióvezető úr kérte, a tartalmi kérdés. Képviselőtársaim, az, hogy önök csak a kátról beszélnek, és ezt tette Kósa Lajos is, mint egy közel 2 millió távhőt felhasználó állampolgár érdekében, de hiszem és tudom, hogy Kósa képviselő ugyanúgy tudja, mint én, hogy ebben a törvényjavaslatban, amit ráragasztottak zárószavazás előtti módosító indítványba ehhez a javaslathoz, ez nem erről szól, ez csak egy kicsi rész. Itt hadd hivatkozzam arra, hogy talán emlékeznek, amikor először bekerült a kátrendszer Lázár képviselő úr indítványával a házba, mi már akkor szóltunk, hogy nagy a baj, nagy baj lesz. És én visszajött. És ezért azt is merem mondani önöknek, hogy ez nem az a gyakorlat, amire a miniszterelnök úr azt mondja, hogy erőltetett tempóban dolgozik a ház, nem képviselőtársaim. Ez a kapkodás. Ez semmi más, mint egy kapkodás, és a saját maguk által, pont azért, mert nem érlelik ki egymás között sem a javaslatokat, ezért a hibákat kell, hogy valamilyen formába kijavítsák. Én csak szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy az energetikai kérdések, az energiapolitika volt hosszú időn keresztül a házban az a kérdés, amelyről mindig konszenzus alakult ki. Erre csak egyetlen példát hadd hozzak, a paksi atomerőmű élettartamának meghosszabbítása vagy bővítése. Hosszú-hosszú viták voltak a gazdasági bizottságban, annak az energetikai albizottságában, mire ide tudtunk állni a ház elé a javaslattal, hogy valójában mihez kérjük a támogatást. Nos, képviselőtársaim, itt a kérdés az, hogy tényleg mi a valósok? Az, hogy a kátrendszerben ki teszi be a pénzt, és ki kapja a pénzt. Úgy, ahogy ezt Jávor Benedek elmondta, nem akarom megismételni az ő mondatait. De a kérdés valójában erről szól, és Kósa képviselő nagyon ügyesen fogalmazott, mert ő most csak azt mondta, hogy esély van egy nagymértékű áremelésre abban a körben, ahol távhőt használnak fel. Mi ezt állítjuk, hogy ez van, és nagy gondot látunk abban, hogy itt nem csak Budapest és Debrecen kérdése van napirenden, hanem 75 további település kérdése is. Ha ez a törvényjavaslat valójában csak a kátról szól, akkor tessék már megmagyarázni nekünk, hogy hogy került ebbe a javaslatba az a gondolat, a 48. paragrafus 1 bekezdése, ahol azt mondja, hogy a részvényes tulajdoni hányada, függetlenül attól, hogy ez mekkora, csak 10%-nyi szavazattal rendelkezik.
Kérem, gondolják végig. Most szerzett a kormány nagy dicsőséggel 21%-ot a MOL-ba. Ott 10% szavazata lehet az eddigi szabályok szerint. Tehát akkor itt most miért állítanak elő egy ilyen helyzetet? Köszönöm szépen a szót, elnök úr, egy újabb 6 percesbe folytatom. Köszönöm szépen. 2 percre megadom a szót Rétvári Bence képviselő úrnak, KDNP. Nem? Tévedés. Akkor következik Burány Sándor hozzászólása, Magyar Szocialista Párt. Köszönöm, elnök úr, a szót. Tisztelt házkedves képviselőtársaim, tisztelt miniszterelnök úr. A bölcsember nem akkor kezdi a kutatást, amikor már majdnem szomjan halt. Az alapkérdés ezzel a módosító indítvánnyal, az alapkérdés, hölgyeim és uraim, ezzel a módosítvánnyal ugyanis az, hogyha igaz az az állítás, hogy itt most nagyon kell sietnünk, itt most július 1-ig hatályba kell lépnie ennek a rendelkezésnek, mert itt bizony a fogyasztókkal különben nagy baj történik, akkor egyetlen egy kérdést kell feltennünk Orbán Viktor miniszterelnök úr kormányának. Mi akadályozta meg önöket abban, tisztelt miniszterelnök úr, hogy időben kidolgozzák a megoldást? Mi akadályozta önöket meg abban, hogy mondjuk 2 hónappal ezelőtt benyújtsák az országgyűlésnek az erről szóló törvényjavaslatot, annak megfelelő módon ezt a bizottságok megtárgyalhassák, és ezt a bonyolult, sokszereplős kérdést megnyugtató módon tudjuk elvinni a záró szavazásig? Azért mondom, hogy ezt a bonyolult, sokrétű kérdést, mert az elmúlt 3/4 órában a gazdasági bizottság ülésén nyilvánvalóvá vált, hogy maga az államtitkár úr, Bencsik államtitkár úr is azt mondta, hogy bizony, ez egy nagyon bonyolult kérdés, és kicsit szemérmesen ugyan, de a kormány késlekedését ezzel magyarázta. Most ugyanakkor önök elvárják, hogy amit önök késlekedéssel időben elveszítettek, azt mi most itt az országgyűlésben néhány óra leforgása alatt pótoljuk be. Mintha nem a kormány lenne felelős a Magyar Országgyűlésnek, hanem a Magyar Országgyűlés lenne felelős a Magyar Köztársaság kormányának, ami nyilvánvalóan nonsens. Ez egészen egyszerűen vicc. Egy olyan rendszert, ami érint 600 000 háztartást, mint egy 2 millió fogyasztót, meg annyi önkormányzatot, meg annyi energiaszolgáltatót, egy ilyen rendszert alapvetően megváltoztatni egy olyan módosító indítványban tesznek meg, amelyet az országgyűlési képviselők mindössze néhány órája ismerhetnek. Nos, ha az eljárást minősíteni kell, akkor miniszterelnök úr, ez valóban egy bohózat. Ön néhány nappal ezelőtt egy elszólásban egy kérdéssel kapcsolatban azt mondta, hogy bohócügyi államtitkárának szignálja a kérést. Hát valóban, miniszterelnök úr, látom, hogy ez nem tripfa volt az ön részéről, hanem véresen komoly. Javaslom, tegyen javaslatot köztársasági elnök úrnak a bohócügyi államtitkár kinevezésére, mert ez, amit ezzel a törvényjavaslattal, illetve kiegészítéssel önök művelnek, az, hölgyeim és uraim, egy bohózat. Ezt nem lehet másnak minősíteni. Ami egyébként a tartalmi kérdéseket illeti. Fontos a fogyasztó, sőt, talán az a legfontosabb. De a fogyasztónak nem csak az a fontos, hogy az ár irreális mértékben ne emelkedjen, vagy adott esetben egyáltalán ne emelkedjen, ez is egy fontos, és ezt az MSZP támogatja. De az is fontos, hogy a fogyasztó hozzájusson az áruhoz. Hogy legyen termelő és szolgáltató, aki ezt a terméket előállítja. Mondok egy példát. Engem speciális, nyilván nem vagyok ezzel egyedül, zavar, hogy 220 forintért veszem a tej literjét, miközben a termelők 80-100 forintért adják tovább. Egyébként mielőtt plázáznának, én egy magyar cégtől vásárlom, azért ennyi egyébként, mert azt a minőséget, amit előállít, én megbecsülöm. Miért nem mondhatná azt az országgyűlés egy 2 perc múlva beadott módosító indítványban, amit szintén a képviselők joggálására, illetve javadalmazásáról szóló törvényhez nyújtunk be zárószavazás előtt, hogy legyen a tejára mondjuk 120 forint. Mert mégiscsak tűrhetetlen, hogy egyesek extra profitot tesznek zsebre itt a termelőkön és a fogyasztókon. Most nyilván örülne ennek sok millió ember az országban, hiszen ki ne örülne annak, ha 150 vagy 200 forint helyett mondjuk 100-120 forintért vásárolhatná a tejet,
legalábbis addig, amíg van. Mert az energiaellátás bonyolult rendszerében önök pontosan ezt veszélyeztetik. Hogy egy elkésett, átgondolatlan javaslattal lehet, hogy most rövid távon megmentik a fogyasztókat egy súlyos áremeléstől, de okozhatnak akkora problémákat az energiaellátásban, aminek hosszú távon mégiscsak a fogyasztók isszák meg a nevét. Köszönöm szépen, elnök úr, ezért támogathatatlan ez a módosító indítvány. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Józsa István, képviselő, MSZP. Köszönöm a szót, elnök úr. Lázár frakcióvezető úr kérte, hogy segítsünk a probléma megoldásába, és mint korábban is felajánlottam, én erre messze menően kész vagyok, és azért szeretném kifejteni, hogy miért kockázatos az, amit önök most csinálnak. Ugyanis ennek az energiatermelő ágazatnak volt egy fejlődés története. Az eléggé közismert, nem kell hozzá különösebb fizikai ismeret vagy tanulmány, hogy a lakások fűtésének környezetvédelmi szempontból legkorszerűbb módja az a távfűtés. Ez egyszerű hatékonysági mutatókból tudható, és amikor Európa irányt vett a zöld megközelítés a széndioxid csökkentés irányába, akkor a távfűtés nem csak egy környezetvédelmi, hanem egyszerre társadalmi cél is. Mi ugyanazért aggódunk, amiért Kósa Lajos képviselő úr, csak kicsit másképpen. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt a gondolkodást, ezt az aggódást jóval hamarabb el kellett volna kezdeni, mondjuk akkor, amikor ezt az energiatermelési és távhőellátási rendszert március 16-án romba döntötték egy forradalmi futammal. De a politikai vetületekről most nem akarok beszélni, mert szakmai segítséget kért Lázár frakcióvezető úr, és ezt én most megkívánom adni. Tehát ott tartottunk, hogy van a távfűtés, mint környezetvédelmi szempontból legkedvezőbb fűtése a lakásoknak. Mivel állítsuk elő ezt a távhőt? Hogyha csak önálló vízforraló kazánokba állítjuk elő, akkor ezzel 40%-nál több hatásfokot nem lehet elérni. Van a másik energiatermelési ágazat, ez a villamos energiatermelés, ahol már nagyon régóta használnak gázturbinákat. Ezzel szintén a legkorszerűbb gázturbinás villamos energiatermelő blokkokkal el lehet érni 50-55%-ot. Ha a kettőt kapcsolt energiatermelésre fogjuk, akkor a mai technológiákkal, ez alatt a mai alatt értsünk, hogy 15 éve ezek már léteznek, Európában kogenerációs programnak nevezik, el lehet érni 80-85%-os hatékonyságot, energetikai hatékonyságot. Tehát amikor mi arról beszélünk, hogy társadalmi optimumot keresünk, azt egy fejlett technológiai szinten képzeljük el. Tehát nem úgy gondoljuk, hogy kikapcsoljuk ezt a kiépült 1200 megawatt 80% hatékonyság felett termelni képes kapacitást, hanem úgy gondoljuk, hogy ennek a termelési környezetét, ennek a piaci környezetét kell úgy alakítani, és ebbe akár támogatni is tudtuk volna a kormányt, hogyha van lehetőség időbe megvitatni, hogy ez egy társadalmi optimumot képviseljen. Mi is érzékeltük azt, hogy ez az úgynevezett gázmotoros lobby, ez nagyon jól járt. 3 évenként szigorítottunk a feltételeken. De az, azt hiszem, hogy minden képviselő számára egy felfogható iparpolitikai érv, gazdaságpolitikai érv, hogy ha van egy környezetvédelmi célunk, amellé látható egy technológia, akkor a támogatásokat úgy irányítsuk, hogy ne a korszerűtlen technológia újuljon meg, hanem a korszerűbbi irányba történjenek a beruházások. Ennek révén a magyar városok között, ahogy Göndör képviselőtársam már mondta, 75 városban működik ilyen kapcsolt energiatermelés, tehát messze nem lehet azt mondani, hogy erre a új technológiára a települések, az önkormányzatok ne lettek volna fogékonyak.
Azt mondta a bizottsági ülésen és másutt is Bencsik János államtitkár úr, hogy az egész kátrendszer felrugása az igazságosság jegyébe történt, hogy ne a villamos áron fogyasztóknak kelljen megfizetni azt a töbletet, ami a zöld energia, a környezetkímélő energia előállítása igényel. Nos, tehát a mi elvárásunk egyrészt az, hogy ezt a célt július 1-től teljesítsék, tehát azt kérjük a kormánytól, hogy a meghirdetett programjainak megfelelően július 1-től csökkentsék a villamosenergia árát. A másik, hogy a kitűzött célt, amitől mi óvdánk már a március 16-ai döntéskor is a kormányt, kockázatos a távhőellátás szempontjából ez a mostani előterjesztés is. Tehát arra szeretnénk garanciát kérni, hogy nem lesz mondjuk Debrecenbe és Budapesten 40%-os távhőemelés, és arra is kíváncsiak lennénk, hogy a gáztőzsdének, aminek a bevezetési határideje 2013, miért pont ma délelőtt jött el az ideje, hogy be kell terjeszteni, és a ház elé kell hozni. Nem akarok visszatérni arra, hogy önök önként kezdtek egy veszőfutásba, de attól tartunk, attól félünk, hogy ennek a veszőfutásnak, ennek a kapkodásnak az lesz a vége, hogy a fogyasztók egy nagyobb árat fognak találni. Tehát kérem önöket, hogy tartsák be az ígéretét, csökkentsék az áramárat, és ne emeljék köszönöm a távfűtési díjakat. Köszönöm. További jelentkezők a képernyőn. Megadom a szót Ipkovics György, MSZP-s képviselő úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, ami miatt szót kértem, a kérdés egy másoldali megvilágítása, és nem a tanácsadó úrnak a fizetésébe kívánok belebonyolódni, hanem a távfő árába, illetve a kát rendszer változásába. Ez a történet nagy részt az önkormányzatokról szól, tisztelt képviselőtársaim, és amikor hallgattam Kósa képviselőtársam indulatos szavait, amelyel ostorozta az erőmű tüzemeltető tulajdonosokat, hát ezek a tulajdonosok nagy részt az önkormányzatok. És miképpen Józsa képviselőtársam mondta, ennek a történetnek van előtörténete, hisz nem máról holnapra alakult ki a kapcsolt gázmotorral előállított áramtermelés. Szombathely városa, mint egy 15 év alatt építette ki több százmillió forintos beruházással azt a rendszert, amire ösztönözte a kát meglevő rendszere. Ezt azért mondom, mert 15 éves fejlesztéseket azért 2-3 hónap alatt kidobni az ablakon, illetve megváltoztatni a rendszerét, az egy nagyon veszélyes dolog. Ezért osztom képviselőtársaimnak azt a véleményét, hogy ezt sokkal megfontoltabban kell kezelni. Nagyon röviden úgy működik a rendszer egy önkormányzatnál, hogy gázmotor fejlesztést befog, értékesíti az áramot, az értékesített áramot visszaforgatja a rendszerbe, és így olcsóban tudja szolgáltatni a fogyasztónak a távhőenergiát. Ezért mondom én, tisztelt képviselőtársaim, hogy nevezzük nevén itt a gyereket, hát a fogyasztó, ebben az esetben a távhőt fogyasztó, és az ő távhő árába került vissza az a támogatási összeg, amelyet a gázmotor által előállított áramért kaptunk. Ha ezt most máról holnapra megváltoztatjuk, akkor nagyon érdekes problémák elé kerülnek a tisztelt polgármester kollégák. Ha kivesszük ezt a kompenzációs rendszert, ennyivel minimum meg kell emelni a távhődíjat, mert különben nem tudom finanszírozni a termelést. Ezért kérem én a tisztelt országgyűlést, hogy jól gondolja át magának a rendszernek a működtetését, és ne eseti szabályozások adhok betoldozgatásával próbáljuk kezelni ezt a problémát, hanem komplex módon kezeljük, mert előbb-utóbb az a fogyasztó fogja meginni a levét ennek a kapkodásnak, akit pontosan megvédeni akar itt az összes frakció ebben a teremben. Köszönöm a figyelmet, képviselőtársak. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Göndör István képviselő, MSZP. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Ahogy azt korábban mondtam, mert azt kérték tőlünk, hogy mondjuk el a szakmai érveinket. Tisztelt képviselőtársaim, azt hiszem, azt már a vitából is érzik, hogy itt bennünket, országgyűlési képviselőket vesznek semmibe,
mert csak vitatkozhatunk, de már sem módosító javaslatot, és semmit nem tehetünk ehhez az indítványhoz. És hogy folytassam a sort, kérem, gondolják végig. Szóval mi magunk is egyetértünk azzal, hogy szükség van a földgáz tőzsdére, de ilyen alapvető kérdésnek a szabályozása, mint amikor azt mondja, hogy a szervezett földgázpiac